Különleges lesz idén a Magyar Kultúra Napja Nyíregyházán, ugyanis a Megyeháza dísztermébe érkezik Kölcsey Ferenc himnuszának kézirata. A dokumentum az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonában van, ahonnan évente egyszer van lehetőség azt kihozni. Eddig 4 helyszínen lehetett megtekinteni, 5-ként pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe Nyíregyházára érkezik 2 napra. A Kölcsey család leszármazottainak jóvoltából láthatjuk ezt a kéziratot, és mellette Erkelnek a partitúráját, a zeneműnek a eredeti kéziratát is láthatja a szélesebb nagy közönség. Ezen a héten pénteken, 19-én pénteken reggel 9 órától tekinthető meg a kézirat, amíg lesz rá érdeklődő, azt is mondhatnám. Itt elsősorban látogató csoportok érdeklődésére számítunk. Őket a Nyíregyházi Egyetem irodalomtörténész professzora Karádi Zsolt egy különleges tárlatvezetéssel várja 10, 12 és 14 órakor, amelynek során más, a Kölcsey ereklyékből származó tárgyakat és leírásokat is láthatnak az előre bejelentkezett csoportok. Szombaton 10 órától az egyéni látogatók számára is elérhetővé válnak a kéziratok 13 óráig, amikor is a megyei önkormányzat hagyományos koszorúzási ünnepsége kezdődik. Az esemény sorozat zárásaként január 21-én 11 órától ökumenikus istentisztelet várja az érdeklődőket a Szatmárcsekei Református templomban.